Faragó László már közel egy évtizede foglalkozik energiamegtakarításhoz köthető projektekkel, illetve azzal, hogy miként lehet az alternatív energiarendszerekbe bekapcsolódni. Ennek nyomán társult egy olyan projekthez, amely rezsi szempontjából tényleges pénzmegtakarítást jelentő megoldásokat kínál, mind vállalkozásoknak, mind pedig a lakosságnak. Nemrég összetalálkoztam egy céggel, és akkor összeraktunk egy közös vállalkozást, úgy mondjam, valódi rezsicsökkentés címmel. A legfőbb cél az, hogy a vállalkozásoknak és a lakosságnak a rezsikiadást ténylegesen pénzre válthatóan csökkentsék. Ennek része többek között az alternatív energiák felhasználása. Ide köthető például az elektromos autó is, amelyet a szeptember 3. hétvégén megrendezésre kerülő Paprika napokon szeretnének megismertetni az érdeklődőkkel. Reményeink szerint lesz kint autó, amit meg lehet nézni. Lett volna lehetőség arra is, hogy kipróbálják a kedves érdeklődők, de mivel a Paprika napok ugye elég zsúfolt ilyenkor, tehát az nem lehet, hogy az autóval jövünk, mert hogy megyünk, tehát csak helybe lehet esetleg beleülni, megnézni, stb. De van arra lehetőség, hogyha valaki konkrétabban érdeklődik, akkor tudunk neki lehetőséget biztosítani arra, hogy valahol beleüljön, menjen vele, vezesse, stb. Lesznek olyan kérdőíveink, amit egy-két perc alatt ki lehet tölteni érdeklődésnek megfelelően. Igény esetén pedig a bemutatót követően is lehet részletes, személyes tájékoztatást kérni, tette hozzá Faragó László. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő, mert egyre több helyen ugye államilag is most pályázatok voltak elektromos kutak építésére. Úgy volt, hogy a Kalocsa városa is épít egy ilyet. Én úgy tudom, hogy talán most parkolópályán van ez a projekt, ami úgy gondolom, hogy nem olyan nagy baj, mert folyamatosan fejlődik ez az ágazat, és ugye ezek a töltők is fejlődnek. Én úgy tudom, lassú töltő volt tervezve ide a városba, igazából az nem váltja be azt vagy nem tudja azt a funkciót betölteni, amit igazán kellene, tehát a gyors töltőknek van jövője. A budapesti illetőségű cég így most szervezi megjelenését a kalocsai Paprika napokon, amelyre sok szeretettel várnak majd minden érdeklődőt, természetesen az Érsekkertben.